Bemelegítéssel kezdődnek az edzések a Fox SE box táborában. A klub sportolói a múlt héten kezdték meg az alapozást. Ennek ideje alatt hetente 8 edzéssel készülnek a versenyszezon kihívásaira. Hétfőn, kedden és csütörtökön vannak délelőtti edzések, ami délelőtti edzéseken futás és erőlét szokott lenni. A délutáni edzések azok minden nap vannak, és ott csak szakmai edzések vannak, és ezzel készül majd az őszre az erőlét és a kondi, hogy meglegyen. Minden reggel erősítünk. Ma is az erdei pályán futottunk 6 kört, és a Dunaparton is futottunk. Ennyi, meg erősítünk benne. A délelőtti tréningeken csak erőléti, illetve futóedzéseket végeznek a sportolók, délután pedig a boxolók technikai képzésére helyezik a hangsúlyt. Sulák András vezetőedző kiemelte, szükség van a kemény felkészülésre, hiszen a versenyszezon hosszú és kimerítő. Most szerezzük meg a őszi versenyekre az erőlétet, úgyhogy most napi két edzés folyik, egy héten 4-szer, délelőtt csak erőléti, meg futóedzések vannak, délután csak szakmai edzések vannak, úgyhogy hát a délelőttök azok nagyon kimerítőek a srácoknak, mert van intervallumos futás, hosszú futás, rövid futás, nagyon sok erősítő elemek vannak benne, és akkor délután meg csak akkor a szakmai képzést tudjuk minél jobban kiegyesíteni, minél tökéletesebbre fejleszteni. Hozzátette, bár az alapozó időszak hamarosan véget ér, a szeptemberi iskola kezdésig továbbra is tartanak délelőtti és délutáni tréningeket. Szeptemberben aztán megkezdődik a magyar serdülő, novemberben a junior, decemberben pedig a felnőttek országos bajnoksága.